A keresztény cigány misszió alapítvány gyökerei 1972-re nyúlnak vissza, amikor Kopasz Jenő, a misszió vezetője, elkezdte a cigányok erkölcsi és hitéleti oktatását a kelet-magyarországi régióban. Erre a szellemi alapra építkezett az 1998-as alapítványi bejegyzés, amelyet Kopasz Jenő fia hozott létre. A szervezet napjainkban Magyarországon és a székelyföldi magyar nyelvű cigányság körében végzi hitéleti és oktatási tevékenységét. Édesapám és jó anyám egy Csepelt Erlótornak a platóján indult el első alkalommal a cigányokhoz. Egy cigányprímás, egy debreceni aranybikában játszó cigányprímás kérésére. Hát nem akarták visszautasítani, egyébként semmi kedvük nem volt a dologhoz. És amikor hazajöttek, sosem felejtem azt a rendkívüli élményt, ahogy apám mesélte, csillogó szemekkel, hogy képzeljétek el, a cigányok hallgatták az igét. És érdekes volt számukra is, hogy mennyien voltak ott abban a házban, alig fértek be. Szóval így indult 72-ben. Nagyon sok analfabéta van, hihetetlen. Én nem is hittem volna, amíg ezt így mélységében nem ismertük meg. Viszont látjuk azt is, hogy pontosan a hosszú távú gondolkodás miatt nem csak a hitet, hanem a tanulást és a munkába felé való irányítottságot is kell az életükben megvalósítani. Most mi a feladat? Szám. Na, látom. Mennyi 8x3? 8x3. 24. Nagyon ügyes vagy. Tók olvasni, tók írni. Hány éves számít vagy? 12. 12? Igen. A baptista egyházzal, amikor elkezdődött a kapcsolatunk, akkor az akkori baptista elnök, Gergely István, volt egy olyan látása, és egy nagyon emlékezetes mondata számomra, hogy Dániel, nekünk vannak kiváló lelkészeink és missziómunkásaink, nektek pedig vannak más egyéb lehetőségeitek, tegyük össze a kettőt. És nagyon igaza volt, és ennek a szinergiának az összetételével ma már nagyon szépen látható, hogy igen komoly eredményeket lehet elérni, több mint 30 főállású egyházi munkás dolgozik ebben a misszióban, 55 és 60 közötti gyülekezeti létszámmal dolgoznak, és ez egy nagyon aktív és jó eredményeket lehet ezzel elérni. Egy járdérszmérnök miért döntött úgy, hogy a missziós munkát választja inkább a gyönyörű foglalkozás helyett? Azért, mert nem csak az erdőt pusztítják, hanem az embereket is, és az élőfákkal is kell foglalkozni. Nagyon sokszor hasonlítják a közösséget, a társadalmat az erdőhöz, hogy szárasság, meg ilyenek. És én úgy döntöttem, hogy ezekkel fogok foglalkozni, mert amit az ember az erdőbe végez, az 100 évre vagy 120 évre szól, de amit az emberek között végez, az egy örökké valóságra. Mi ide költöztünk 2008-ban a családommal együtt, Nagyváradon laktunk, és ismertük Tóth Attilát, aki Abafáján szolgál, mint lelkipásztor. Meglátogattuk ezt a környéket, és úgy döntöttünk a feleségemmel imádkozás után, hogy ide fogunk költözni egy néhány évre. Most már a 5. éve, hogy itt vagyunk. Hat évvel ezelőtt kapcsolódhattam be a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány munkájába. Személyes elkötelezettség, odaszánás nélkül nem létezik ezt a munkát végezni. Nagy iskola volt számomra is az, hogy családon belül láthattam, hogy magyarok és cigányok hogyan élhetnek együtt. Testvérbátyám 5 cigány gyermeket fogadott örökbe, vett nevére, és nevelt fel emberek és Isten előtt, tisztességben, szeretetben.
Nagyon sokat jelentett ez számomra, mikor ezt láttam, és kellő motivációt is jelentett, hogy az a munka, amit a Keresztény Cigány Misszió Alapítvány végez, nem egyik napról a másikra csodát tenni, nem fölépíteni egy olyan rendszert, egy olyan munkát végezni odaszánt életű munkásokkal, aminek hosszú távon is nagyon szép eredménye van. Akik Gyergyószent Miklóson születtek, cigány közösség, azokat próbáljuk felzárkóztatni, próbáljuk lépéseket tenni, hogy ők is egy jobb életkörülmények között élhessenek. Ez megnyilvánult abban is, hogy egy cigányiskolát építettünk nem olyan régen számukra, ahol most már a cigány fiatalság nagyon nagy számban jár, és próbáljuk ezt az iskolát rendben tartani és fejleszteni, hogy a felnövekvő generáció azért ne a rossz példából tanuljon, hanem próbáljunk belé csepegtetni olyan tudást, ami megakadályozza későbbiekben, vagy rá legyenek készülve arra, hogy esetleg nem a becsületes munkából megélni, hanem ha tanulnak, szakmát tudnak tanulni, utána viszont el tudnak helyezkedni, és normális ember módjára élni Gyergyószent Miklóson. Lassan elmúlt az év, és közeleg a hajnal, egy oly nap, amit sokan várnak már. Ott kell lenni velük a hétköznapi életben, és ez nagyon sok mindent von maga után. A problémáikkal szembesülünk, ez azt jelenti, hogy hetente többször börtönbe megyünk velük látogatni, kórházakba viszük őket, hivatalos ügyeket rendezni, a gyerekeik oktatásában kell segíteni, és ez az, ami a gyülekezetünkhöz is tartozik, ez a szolgálat, mint például ez az after school, ez is azért van, hogy nem csak arról szól ez a munka, hogy na most megtérnek egy néhányan újjászületnek, hanem az egész jövőjük megváltozhat azáltal, hogy Istenre figyelnek, és ugyanakkor önfegyelmet gyakorolva tanulnak, kínlódnak, hogy valakiké várnak az életben, és mi ezt is nagyon fontosnak tartjuk, mint ez is egy misszió. Novemberben kötöztem ide Romániában, és akkor kezdődtem. Kitűnően beszélsz magyarul. Meg lehetett tanulni 3-4 hónap alatt ilyen jól a magyar nyelvet? Hát Magyarországon tanultam, ott jártam egy bibliai iskolában, és 2 évet tanultam ott Magyarországon, és ott tanultam a magyar nyelv. Eladtam mindent ott Amerikában, eladtam a kocsim, a házam, és itt dolgozok, itt szolgálok, és itt maradok. Szüleim, mikor házasságra léptek, nagyon szegény életük volt, úgy éltek, mint a legtöbb roma család. Egy szobában laktak, együtt a testvéreimmel, ágyuk se volt, szénán aludtak, füvet vittek be. Akkor ez arra késztetett, hogy én mikor megnövök, akkor más életet akarok élni, nem ugyanúgy, mint ahogy a többi roma él, és ezt a másságot a bulikba, csajozás, meg különböző bűnökben kerestem, és azt hittem, hogy majd abban megtalálom, amire tényleg vágyok. Valahogy úgy betölt azt az űrt, amit éreztem a szívemben, és ebben a keresési folyamatban Isten küldte Attilát, egy foci meccsen találkoztunk, és ő meg eljövott a hargitai táborba, és őszintén megmondom, hogy oda is nem azért mentem, mert hogy nagyon érdekelt volna Isten, vagy az egész hívőség, hanem azért, mert hogy foci bajnokság volt, meg azt mondta, hogy vannak csajok, mentem csajozni, és aztán úgy történt velem is, mint Pál apostol a útközben megállított Isten, és akkor ott történt egy olyan változás az életemben, ami utána mindent megváltoztatott bennem. Elkezdtem tanulni, és éreztem Isten segítségét, áldását nap mint nap vizsgákban, és a családban, meg így a tág rokonságban az első voltam, aki érettségi diplomát szereztem. A faluban második, aki egyetemre ment, és most így a körzetünkben az első vagyok, aki mesteri képzésen veszek részt Kolozsváron. Mindenképp a romák közt szeretnék maradni, és hogy lássák, hogy lehet másképpen is családot alapítani, házasságra lépni, gyerekeket nevelni, meg egy más életet lehet élni Krisztusban. És te választod nép, hogyan várod őt, de hogyan várod Jézust a nagy király. És van-e fehér ruhát,
és megtisztult életed, mert csak így vihette Jézus téged. Mert csak így vihette Jézus téged.